szüretelés 35 fokos rekkenő hőségben, műtrágya bedolgozása a földbe, igen szerte ágazó feladatokat látnak el a mezőgazdaságban dolgozók. Éppen ez az a gazdasági szegmens az építőiparon kívül, ahol a legtöbb munkabeleset történik Tolna megyében. Róluk és a munka közben elhunytakról emlékeztek meg Szexárdon, a Tolna megyei kormányhivatal vezetői dolgozói megkoszorúzták a Garai téren felállított emlékművet. A megemlékezésen Nestinger Péter a Nemzetgazdasági Minisztérium munkavédelmi főosztály vezetője is részt vett, aki a balesetek megelőzésének fontosságáról beszélt, emlékeztetett. Tavaly Magyarországon 23.783-an sérültek meg, és 79-en haltak meg munkavégzés közben. A balesetek száma enyhe növekedést mutat, a halálos munkabalesetek száma azonban nem változott. A legtöbb munkabaleset Budapesten és Pest megyében történt, a legkevesebb esetet Nógrád megyéből jelentették, de Tolna megyéből is nagyon kis számú balesetről érkezett jelentés a munkavédelmi hatósághoz. Tavaly 584 baleset történt Tolna megyében, ez 30 al több, mint az azt megelőző évben. Lugosi Barnabás András, a Tolna megyei kormányhivatal munkahelyi és munkavédelmi osztályvezetője azt mondja, még kevesebb baleset következne be, ha a vállalkozások komolyabban vennék a munkavédelmet, és mind a munkavállalók, mind a munkáltatók betartanák a szabályokat. Tolna megyében ugyanis magas a szabálytalanul foglalkoztató munkáltatók száma. A védőeszközök, leesés elleni védelem, gyakran a megfelelő dokumentumok sem állnak a rendelkezésre, nem készül megfelelő kockázatértékelés, értékelés. Nagyjából ezek jellemzőek. 2018-ban hárman haltak meg munka közben, míg 2017-ben ketten vesztették életüket Tolna megyében.